Sziasztok a DVK, és ez nem más, mint a Carrefour Sales Simulator, és végre érkeztek bele frissítések. Annyira vártam, és hát láttam, hogy ti is egyből írtátok, hogy nyomjam. És hát itt vagyunk, egy kis takarítgatás, és utána igazából már indultunk is a GTR-re felfedezni, ami még mindig jobb kormányos, hogy egészen pontosan hova kell menni, azt nem tudom. De mindjárt kitaláljuk. Ó, na ez például egy új épület, de beállunk ide szépen. Íha, jó, ebben még a fék még mindig nem jó. Beállunk ide szépen a Drag Race felirat alá, ami mondjuk, hát nem tudom, hogy mire akar utalni, mert egy ebbe a pajtába van. Öj! Meg ne húzzátok a GTR-t, azért szabályosan parkoltam. Nem tudom, busszal kell menni, vagy what? Hogy innen a parkolóból rúgjuk pajdát? Amúgy lehet, hogy csak egy hirdetőtábla, hallod? Esetleg itt mögött a pajtában van valami? Nagyon gyanúsan áll itt. Még eddig is gyanús volt, csak nem volt előtte egy ilyen parkoló. Csak most mi lett itt parkoló? Semmi. Ha már járok, körbenézek a városba is, mert hogy egyébként új autók is vannak, vagy ezt szívesen vadászok. Amúgy, bocs, hogyha nem százas a hangom, ebből most ennyit lehetett kihozni. Ó, na várjál, mert tegnap nem álltak itt ennyien. Lehetséges, hogy egy új napot kellett betölteni a játéknak. Na mi van? Hölgyeim és uraim, micsoda kis beállások vannak ide. Titeket lehet kihívni? Hogy be van feszülve a kis izé 1-6 szívó fordal. Már készen is áll, hogy ledöngöljön minket. Hát azért kifényesíteném előtte a gépet. Na mi van? Mehetünk? Aha, repülőtérre akar menni. 184 000 dollárba akar fogadni. What? A Lord Locus ellen. Ne figyelj, még lehet, hogy egy nagyon durva sleeper. Lehet bele van csattintva egy feltöltős V8 vagy valami. Hát... meg ő csak félre van tankolva, a taktikai súlycsökkentés ott is. Hát nem is tudom, szerintem venni fog a GTR-rel. Én felmerek erre tenni ennyi pénzt. Mondjuk lehetséges, hogy elsőre még nem fogom tudni, hogy hogyan is működik ez, de reménykedek benne, hogy meg kell nyomni a W-t. Azt a micsoda akció képek indítás ível. Be van már indítva? Most indítjuk be. Felváltás volt a shift, a verseny kezdődik. Költözni a versenyvonalra, igen. Már ide is költöztem. Jó vagyok? Jó vagyok, Móni, nem kellene ennek? 2, 1, go! Ne! Mi? What? De a másik irányba váltok, bro! Mi az, hogy 8-asba vagyok? Vagy ez nem is a fokozat? Te most csak szívad. Jaj, Istenem! Vagy... hát de, akkor jó váltottam. Hát ez nagyszerű, tényleg. Egy kicsit megzavarodtam, na, megesik az ilyen. Jó, van, vigyel a pénzt, úgyis van még egy talicskával. De várj, és érkeztek új ellenfelek. Viszont abból már az egyik GTR. 360 ezeret lehetne felrakni ellene. De hát... kicsit rizikósnak érzem, de ez szerintem menni fog. Ez is 191 000. Most már ésszel. Aha, aha. De ha én még be sem vagyok indítva, akkor ez amúgy kinek a hangja, azt nem tudom. Aztán még ez is lesz sleeper, sőt ebből még jobban kinézem. Szóval shift-e felváltunk, alta nitrózunk. Oké. Menni fog. Csak bár amúgy azt hittem a bal alsó sarokba... mi? Jaj, túlmentem a vonalon. Jó, szóval egyes. De azt hittem, hogy a... bal alsó sarokba mutatja a fokozatomat, de nem. Az a... az mi? A bérszámol az. Bértelme van annak, csak összezavar. Még egy kis nitro a végére, de tök mindegy. Ott van a győzelem, hát és hol volt még? És komolyan erre képes volt felrakni 191 000-et? Hát ez hülye. 9-3-at mentünk. Negyedem érföldön az ilyen. Márha negyedem érföld. 2-13 volt a vége. Gyönyörű, és... visszagyertük, amit elvesztettünk. Jó, mondjuk ez még nem nagy profit, de na. Nem tudom, hogyha valójában a játék elején lennénk, és még kevesebb pénzem lenne, akkor kisebb pénzekbe tudnék fogadni, vagy ez így mindig a pénzemmel arányos. Ki tudja, de ő is 200 000-t felrakna. Szerintem megleszünk. What? Még rendesen ki lehet oda hirdetést rakni. Azért egy Csubolják AD csapatra hirdetés nem lenne rossz. Biztos nem olcsó. Legalább feliratkozna új 50 angol játékos, megérné. Jó, lesz ez úgy, mindig hova állok be. Isú is. Na, hát bogárka aranyos, vagy minden, de hát annyira az nem fogunk tőle hasra esni. Az előbb nem a vannál jött a zöld? Na mindegy. A legjobb! A legjobb!
A legjobb! Még hogy, hogy buksisimit is kapok a váltást, tehát gyere csak, gyere, megvárunk. Meg 75-nél. 75-nél a szabályzott. Ja, vagy csak egy 400k, jó, az a én pénzemmel is együtt, amit visszanyertem, de hát ezt ilyenkor nem említjük, ez jobban hangzik. És már ennyi. Mindenkit elpusztítottunk. Eddig se volt már túl nehéz pénzt farmolnunk, ezt hozzáteszem, de most még könnyebb lett. Biztos vagyok benne egyébként, hogy ez kis szintű, vagy akkor még kisebb pénzekkel megy. De lehet, hogy egy darabig még ide nem tudsz jönni, mert nincs elég pénzed rá. És akkor most akár meg is rendelem azt, hogy alvás van, és akkor jövünk hónap is, azt leverünk mindenkit. Viszont én azért körbenéznék előtte, hogy van-e autó. Hát nem igazán, szóval akkor alszunk egyet itthon. És ez azért is jó, hogy ennyi pénzt tudunk majd nyerni, mert így eléggé ritka és drága autókat is berakhatok majd a flexelős sorba. Hát sajnos most nem igazán van olyan, amire lecsapnék, de hát a gyorsulás verseny ez mindig pörög, ne, ha csak nem egy ember lenne, már mind nem azt mondom, őt is leverjük a francba, de attól függetlenül az nem annyira sok. 190, vajon ki fog nyerni? És rajt, hopp, Weidebrückverzbe volt. Jó, leszabályozzuk. Jó műszak. Kösz szépen, bátya. És ő is megérkezik. 106-os végsebességgel. Azért nekem is volt olyan audim, az azért többet megy. Elfelejtett váltani, mert amúgy eléggé durogott csattogott. A tuner ladával, hogy beállt. Hát figyelj, azért menj felni, de azért nem fogsz gyorsabban menni. Rúgjuk te ki az egyest. Nitróval. Hopp-hopp az R8-al. Na, végre valami, ami egy komoly kihívás is lehet. Hűha, R8 vs GTR. Amúgy szerintem GTR, de hát... Szóval már annyira nincsen lebaradva. Főleg, hogy R8 is talán összkerekes? Bizonyám, folyamatos összkerék. Jó, nem baj, meg lesz. Megküldjük neki a nitrót. Hát hol van? Sehol nincsen felületség, akkor látjuk, hogy nagyjából fél pályányit verünk rá, és ez is 124-nél leszabályozott. Nem biztos, hogy ismerik ezek a váltót, de figyelj, $500 millió így elsőre, így hirtelen. Ó, van azért, fejlődik a kisbolt, fejlődik. Mivel jöttél, te uram, egy RX-7? Hallottam róla legendákat, hogy az autó benne van ebben a játékban, de hát mint láthatjuk, eléggé ritka. Jaj, te nagyon kéne nekem ez az autó, Jézusom. Ami jó hír, hogy valószínűleg easy-be leverjük, és ez is 460 ezer, Úristen. Gondolkodok, hogy egyetlen az mi lenne ellenfél az R35-nek, de így, hát nem nőjött eszembe egy hirtelen. Nyilván most így a játék felhozott a lába. Viszlát! Adtam volna egy kis előnyt, hogy azért érezze a törődés, de nem. Amúgy rendesen jobban jött, szerintem. Mint az előző, az R8, azért zúra. Ha nem is az RX-7, de egy R8-ot adnék oda magamnak a kis gyűjteményembe, miért is ne? Hogy vagy te, só? 500k, jajjajjaj, hát azért ez csak kéne alkudozni. Odaadott ezt 400-é is, nem vagy te irigy? Nő. 430, már kijöttem a gyakorlatból, de venni fog. Nagyon jó, köszönöm szépen. Van egy R8-unk, illetve... Ez se rossz, de... Hát akkor már legyen egy ferka is. Az se maradjon már ki. Nem egy 458 Itália, de azért nem rossz. És ez csak 300. Lesz ez 280 is, te is tudod. Hát persze. Köszönöm szépen. Már vihetjük is őket. Ahol csak ezzel se fogunk majd gyorsulásokat megnyerni. Jó kis hátsó kerekével, mondjuk úgy driftel, mint hogyha nem lenne holnap. De én lassított felvételbe. Jajad! Ide szépen megküldjük. Akkor erről. Fogjuk rá. Nyilván nagyon basic, de ha ferka, akkor azért csak legyen már piros, nem? Tökéletes. Ó, most már külön kell megvenni rá a polírt is, meg külön a fényezést is. És már nem kapsz $300 kedvezményt, hogyha egyszerre nyomatod. Hát igen, persze, hogy a drift van benne. Minden más belerakunk. Azért egyet megjáratunk majd vele a gyorsulási pályán. Azért meglátjuk, hogy milyen a kiállása. Most már egy nitróval azért túl nagy vesztenivalónk nem lesz szerintem. Gyögyörű lett! Én azt érzem. De irány a gyorsulás. Hát mondanám, hogy keményebbet hívom ki, de azért egyik se túl kemény.
Mehetünk. Na, kösd fel a gatyádat! Figyeljél rajtra! Azért annyira nem vicces, most szúrt el neki a nitrót. Hogy tartja? Hogy ott van a seggünkbe? Ejjjj, azért ezzel se... Képzeld el, veszel egy ferkát, azt utána lealázzuk a gyorsulási pályán, egy nem tudom mi volt ez, de csúgya lett volna. Nem biztos, hogy ide a legjobb befektetés, viszont szerintem ez is menni fog. Megvan azért, megvan. Ez se túl sivát, de megvan. De jó mutat itt a végén. R8-unk pedig, de is tudom, hogy volt-e már. Már annyira régen volt. Pedig ugye megy ez annyira rosszul, meg szerintem ez alatt is drift kit van. Amit a pályán láttunk tőle teljesítve, hogy az nem volt annyira fényes. Jó, nem is azt mondom, hogy nagyon erős, de az én begyegett. Most, de ebbe alapból rakta így a seggét, és ebben még nitrót se lehet rakni. Akkor ezzel biztos tebélyek versenyezni. De legalább barha jól néz ki. És meg is kezdhetjük vele a másik oldalon lévő sort. Na jó, játszunk olyat, hogy nem a játék végén tartunk, és nincs egy R35-ünk, amivel mindent agyonverünk, hanem ez egyébként az Audi az egészen jó volt, és talán az első olyan autó volt, amire azt mondtam, hogy ez abban jól megy. Kíváncsiak, hogy ezzel mit tudunk tenni? 11 000 dollár? What? Nem hiszem, hogy most te vagy az, aki így hirtelen... minél drágább autóval jövünk, annál nagyobb tétet raknak föl. Ez lényegében akkor egy balanszolás, hogy ne tudjál. Hát nem az, hogy ne tudjál nagyot nyerni, mert akkor nem is tudnál nagyot nyerni, mert nem tudnak kifizetni. Hanem, hogy mindig nagyjából a pénztárcádnak megfelelően menjenek a versenyek, viszont az autók azok nem feltétlenül. Pont ez a Lada szerintem annyira nem fog minket megalázni, de ki tudja. Azért ez kisebb szinte még jóval rizikósabb ez a gyorsulás. Csürd el a Ladának! Csürd el, gyere! Wow, azért mit megindul? Meg vagyok lepve, mennyi nitró van ebbe? Mennyit vagy ezt te? 11-1? Az nagyon jó. És ha jól tudom, ez az autó... nem akarok hülyeséget mondani, 20 ezeret ér, 30 ezeret? Ja, nagyjából akkor ő tudnánk eladni. Ha valaki most kezdi a játékot, akkor ezt tudom javasolni. Ilyen gyorsulásos formulásra. Néni, a kis Citroennel. Na, meglátjuk. Hopp, egy kicsit elrotottam a váltást. De nagyon elrotottam. Hát... na mindegy. A néni meg nem találta a kuplungot, vagy valami. Jöhet a kis Porsche és a gyűjteményünkbe. Ő nem is érte, hogy hiányozhat. 140 kályi már a miénk is. Opa, Lambo ellen, de hát azért nem mai csirkebáz a Lambo. Szerintem meg lesz. És igen, de adjál valamire lehetett számítani. Hoppá, itt egy új autó, ami hát egy ilyen kis szolid, visszafogott kis golfocska. Melyik golf az? Ahhoz én nem értek. A Goofy. Tökéletes. Hát annyira van rottya, mint az állat, és emettek nagyon felszerelt is. Te hazudsz? És tényleg hazudott? Nitro nincsen benne. Ajjaj. Még azért alkudunk egy kicsikét. 13 000-re már a miénk is a kis golf. Vigyük, pofozzuk ki. Nézzük, hogy megy. Hát... ahogy a 10 000-esek szoktak menni. Szolidan. Hát gondoltam, ugratok vele egyet itt. De lerobbant a francba. Ja, hát 100%-nál mondjuk igen. Meg mondjuk nem 100%, de... ups. Jó, nem baj. Vár is szállították. Mennyi javított meg? 1500 dollár majdnem. Egészen pofás lett. Ami nem is baj, hát valahogy el kell adni a magát. Mert hogy hát őt annyira nem tartanám meg. Szépen beállok ide vele oldalra, meg is hirdetjük. De hát miért adnám én el azt az autót, hogyha már lehet munkásunk? Végre egy játék, amiben behozzák utólag a munkavállalót. Nagyon jó. Valamiért le van lakatolva. Ő elkezdi mosni az autóit. Parkolnia kell az autóját, és ki kell szállni az autójából. Ez a Google fordító. Szóval, ha éppen nem megyek vele, lemossa az autóimat. Ahhoz, hogy ez elérhető legyen, kell keresnünk rá egy embert, és hát elkaptam egy ennyi spoilert, hogy ez hogyan is lehet összehozni. Van itt egy kis barátunk, akinek már jó párszor dobtunk egy pár dollárt, mint amit most is meg tudunk tenni. Vagy adunk neki egy kis munkát, hogy kitörjön ebből az életből. 500 forint. 500 forint? Gondolom 500 dollár heti bére van. Hajléktalan ember, holnap elkezdi a munkát. Hoppá. Na várjál, de akkor a labom mit csinál? Mármint, hogy ezek a fejlesztései. Tehát mossa az autókat,
gyorsabban megy, még gyorsabban mossa. Akkor nem ad el autót. De figyelj, ha a kabom ugyanúgy érte az XP-t, az nagyon OP. Ott a másik új, a BMW. És bár is elkezdődött a licit. Szeretnék beszállni. Üljetek be le. 2009-et rávágunk. Ezt be is visszük. Ott is van. Jó kis MS bömöstek tűnik nekem. Nagyon szép. És már itt is van. Nagyon kis pofás BMW. Hallgassuk, hogy milyen a hangja. Hát... A hangja jobb, mint ahogy megy. Jó, mi most már azért rákapcsolt. Aha. Na, még egy kis tuning. Hát, ha lesz belőle valami. Na, nézzük, csak új nap van. Ott a munkásunk. Már megy is szépen. Felvéve a szájmaszk, beöltözve munkásba. Most azon szokja van, vagy... Vagy micsoda, vagy már ennyire összeállt az a naci. Ó, egy kis reggeli takarítás. Nagyon jó. Akartam is kérdezni, hogy vajon ilyet is fog-e csinálni. Akkor lehet, hogy alapból még nem is pos autót. De már ez nagyon jó, mert mindig olyan hülye helyekre spawnolt le az a szemét, hogy be az autók alá. És hát úgy azért kicsikét nehéz onnan kibányászni. Na mondjuk ott már benne van a hitboxába és beül. Ez ugye annyira nem kellemes. Azaz. Nagyon jó csinálod. Mind az 500 dollárért megdolgozó keményen. És mint aki jól végezte a dolgát, felszedte az utolsó szemetet is. Nézegeti a küszöböt. Na jó, elég ebből a lazsálásból. Irány. Ó, hogy átöltözött gyorsan. A kis autóbosós ruci. Nézd csak, szerintem ezzel van mit posti. Van bizony. Mit gondolsz? Vagy már mennyi? Elfáradt-e? Lehet ám, hogy ez már csak holnap lesz aktív. Ó, várj már. Történik ott valami? Nagyon megy a pali. És már morzsa is. Legalábbis, ha jól látom. Viszont az XP-k azok nem nagyon pörögnek. Van most 113. Hát... De ide hallom, ahogy suvickolja. Szóval akkor ugye elveszi az XP-met. Hoppik, fütyürészik közbe. Élvezi a belót. Ja, hát sajnos általában nem kapunk akkor egy XP-t, pedig tök jó lenne. Olyan XP farm lenne belőle, hogy megőrülsz. De majd, ha már ki lesz maxra fejlesztve, akkor már nem is lesz probléma, hogy... Nem kapunk belőle XP-t. Na jó, azért nem lepődök meg rajta, hogy nem tud autókat eladni. Azért végig csak itt már évek és a tapasztalat, meg a rutin nem lehet, ez csak ugye egy nap alatt be kell bekelni neki. És akkor a Golfot el tudjuk adni olyan 35 környékén. Az egyébként reális is szerintem. A bömöst pedig 80 ezer környékén. Az szép. Fed is van mind a kettő. Nézzük, hogy jönnek-e rá. Aha, Golfra már jönnek. 34 ezerért. Szinte ajándék. 30 ezer. Ja, csak hogy azért legyen némi alkud, álljunk meg középen. Jó lesz az. Már el is vitt egy gyönyörű. BMW-ért valaki. 63 a BMW-ért. 70-ig lejövök. Csak hogy úgy érezd. Na, és bele is bent. Ennyi. Igazából mehettem volna durva a balkokkal is, de a lényeg az volt, hogy lássam, hogy 2 millió dollárunk van, ezekem a bőven elég is. Pörög a biznisz, pörög a pénz, az a gyorsulási verseny, az epic pénz farm, főleg ilyen szinten. És ebből, hogy tök jó meg lett valósítva, tök jól össze lett rakva, valami kis munkások is, szóval bőven a játék, nagyon örülök neki, jó ezt látni. És emeltek innentől kezdve most már azért a frissítések mennyisége is egy kicsikét több lesz és sűrűbb, én ebben nagyon reménykedek is. Szóval, ja, hát innen folytatjuk majd legközelebb, hogyha jön egy újabb frissítés. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, és ha nem tettétek volna, iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!